Jövő hét elejétől elkezdődik a regisztráció alapú oltás, erről beszélt Orbán Viktor a Kossuth Rádióban. Újabb 83 ember életét követelte itthon a koronavírus, a fertőzöttek száma csak nem 1500-zal emelkedett. Kigyulladt egy koronavírusos betegeket kezelő kórház Bukarestben, 4 beteg életét vesztette a tűzben. Magyarország legnagyobb zöldmezős beruházása kezdődik a Fejér megyei Iváncsán, egy koreai cég akkumulátorokat fog gyártani. A híradót látják, Rapp Ferenc vagyok, köszöntöm nézőinket. A jövő hét elejétől új szakasz indul, elkezdődik a regisztráció alapú oltás, jelentette be a miniszterelnök a Kossuth Rádió Jó reggelt Magyarország című műsorában. Orbán Viktor azt mondta, az oltás jól halad, az egészségügyi dolgozók oltásával végeztek, most a szociális otthonokban élők és dolgozók vannak soron, és a hétvégéig az ő oltásukkal is végeznek. A kormányfő arról is beszélt, hogy a nyitás kérdéseivel egyelőre nem lehet foglalkozni, most a vakcina beszerzésre kell összpontosítani. Orbán Viktor mindenkit arra bíztatott, hogy regisztráljon és oltassa be magát. Az oltás jól halad, már az egészségügyi dolgozókkal végeztünk. Jól halad az oltás, a jövő hét elejétől pedig új szakasz indul, azok kapják meg a vakcinát, akik regisztráltak, jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió Jó reggelt Magyarország című műsorában. A kormányfő elmondta, az egészségügyi dolgozók után most a szociális otthonokban élők és dolgozók vannak soron, és a hétvégéig az ő oltásuk is befejeződik. Ezután kezdődik a regisztráció alapú oltás. Ott is van egy sorrend, hogy a legidősebbekkel kezdünk, krónikus betegek és így tovább, de az, a lényeg az az, hogy eddig oda mentünk a kórházakba, oda mentünk az szociális otthonokba, és aki jelentkezett ott helyben, mindenkit be tudtunk oltani, mert mindenki egy helyen lakott vagy dolgozott. De mostantól ennek vége van, ugye vagyunk 10 millióan, élünk, ahol élünk, azokat tudjuk behívni oltásra, akik jelentkeztek oltásra. Az oltás önkéntes és ingyenes, de aki be akarja magát oltatni, annak regisztrálnia kell, mert csak így tudják értesíteni, hogy mikor és hova kell mennie a vakcináért, emlékeztetett a kormányfő. Mostanáig 2 millióan regisztráltak, ez azonban kevés a társadalom védettségéhez, ezért a miniszterelnök mindenkit arra kért, hogy regisztráljon és oltassa be magát. Én is be fogom magam oltatni, rám is sor kerül majd. Szoktak kérdezgetni, megvárom egyébként a kínai vakcinát, én abban bízok a legjobban, de nem vagyunk egyformák már. Orbán Viktor úgy fogalmazott, Szerbiában oltanak a kínai vakcinával is, a beoltottak számát tekintve pedig dobogós helyen vannak Európában. Az ő tapasztalataikat is felhasználhatjuk. Hozzátette, Brüsszelből nem jön gyorsabban a vakcina, ezért fontos, hogy forgalomba tudjuk hozni azokat az oltóanyagokat, amelyek máshol már beváltak és hatékonynak bizonyultak. Nem jó szó a laboratórium, de lényege mégiscsak arról van szó, hogy ez egy előszoba, kipróbálják nekünk, ha szabad így fogalmaznom, azokat a vakcinákat, amikkel szemben nekünk még fenntartásaink vannak. Orbán Viktor kiemelte, a jelenlegi állás szerint március elejéig 880 ezer ember tudnak beoltani, de ha lesz kínai oltóanyag, ezt meg lehet kétszerezni, ha pedig lesz orosz vakcina is, még gyorsabb lesz az oltás, így húsvétkor már a nyitás bizonyos kérdései is előkerülhetnek. Január vége van, nem pedig április eleje, tehát ezekkel a kérdésekkel még nem kell foglalkoznunk. Most minden erőnket a vakcina beszerzésére kell összpontosítani, és ha van vakcina, az majd előhozza ezeket a kérdéseket, és azokat majd március közepe táján széles körben, nem csak a kormány, hanem az egész ország elkezdheti vitatni vagy diskurálni. A nyitás kérdéseivel egyelőre nem lehet foglalkozni, most a vakcina beszerzésre kell összpontosítani, és továbbra is az óvatossági a főszerep, mondta Orbán Viktor. Ha túl korán mozdítjuk el a korlátozásokat, akkor semmibe hullik mindaz, amit közösen 3 hónap alatt elértünk. A kormányfő úgy fogalmazott, meghallgatta a szakembereket, és bár mindannyiunkat megvisel ez a helyzet, nekik van igazuk. Fájó szívvel kellett igazat adnom a járványügyi szakembereknek, akik azt mondták, hogy nézek körül Európában, és azt fogom látni, hogy számos helyen inkább szigorítanak. Tehát ne áldozzuk föl, mondták ők, azt a 3 hónapos eredményt, amit eddig elértünk, hiszen 3 hónapja konzekvensen, logikusan,
rendíthetetlenül, lényegében ugyanazt a korlátozás rendszert tartjuk fönn. Továbbra is az emberélet számít, tette hozzá Orbán Viktor, majd arról beszélt, a járvánnyal kapcsolatban hideg észszerűséggel kell dönteni, a harag és az indulatok most másodlagosak. A kormányfő arra kérte a vendéglátásban dolgozókat, hogy ne nyissanak ki a korlátozások ellenére. Nem csak azért, mert magukat hozzák veszélybe, vagy sodorják veszélyes helyzetbe, mert ez végül is az ő dolguk, az ő életük, az ő dolguk. De egy járványról van szó, vírusról, ami fertőz. Utána elmennek dolgozni, hazamennek, találkoznak másokkal is, és át fogják adni a fertőzést, és kezdődik minden előről. És emberek halhatnak bele azért, mert nem bírtuk ki még néhány hétig. Ameddig nincs elég vakcina, türelmesnek kell lennünk, fogalmazott a miniszterelnök. A gazdaságban most a munkahelyek megvédése a legfontosabb, mondta Orbán Viktor. Ezután jön majd a gazdaság újraindítása. Úgy fogalmazott, az akcióterv legnagyobb nyertese a felsőoktatás lesz, és egy olyan egyetemfejlesztési program indul Magyarországon, amilyenre még nem volt példa. Stumpf István koordinálja a felsőoktatás modellváltását, jelentette be a miniszterelnök a közösségi oldalán. Orbán Viktor azt írta, az egyetemek jövője Magyarország jövője. A következő évek legfontosabb programja pedig az egyetemek korszerűsítése, amely egy egész embert igénylő munka. Ezért megállapodott Stumpf Istvánnal, aki vállalta a felsőoktatási modellváltás koordinációját. 2,5 hónap után újra 100 000 alá csökkent itthon az aktív fertőzöttek száma, jelenleg kevesebb, mint 98 000 betegek, akik közül 3649-en vannak kórházban és 258-an lélegeztetőgépen. Egy nap alatt 1459 embernél mutatták ki a fertőzést, és életét vesztette 83, többségében idős krónikus beteg. Az idős otthonokban közben ma is folytatódik az oltás. Alig telik el néhány perc, már is érkezik a következő szépkorú, hogy beoltsák az egyik pásztói szociális intézményben. A lakók mellett a dolgozók többsége is kérte a védőoltást. Csak úgy, mint az egyik kiskunfélegyházi idős otthonban. Jelenleg az idős otthonok és a bentlakásos intézmények vannak az oltási kampány fókuszában, a vakcina kiszállítása pedig összehangolt munkát igényel az oltócsoportoktól. Lehet bevinni a buszba. És egyből be kell tenni. A Semmelweis Egyetem 30 oltócsoportja már kora hajnalban gyülekezett a fővárosban, hogy felvegyék a vakcinákat és elinduljanak az idős otthonokba. A védőoltást sárga orvosi hűtőtáskákban szállították. A tervek szerint a hétvégéig 13 000 szépkorút és gondozót oltanak be Budapest szerte. Munkájukat a fővárosi kormányhivatal munkatársai is segítik. Sára Botond kormány megbízott kiemelte, több idős otthonban már a második körös oltások is elindultak. A tegnapi napon a két legnagyobb budapesti idős otthonban jártunk, ott megtörtént a dolgozóknak és a gondozottaknak a második körös oltása is, sőt voltak olyanok is, akik korábban ebben nem vettek részt, de most vállalkoztak az első körös oltásra, és olyan intézményekben itt Budapesten még ezen kívül 60, ez a holnapi napon fog megtörténni, 6 olyan intézmény van, ahol már második körös oltás kezdődik. A második kerületi Árpádházi Szent Erzsébet szociális otthonban szinte mindenki kérte a vakcinát. 97%-os az oltakozási kedv. Az ott élő idősek már nagyon várják, hogy találkozzanak a családjukkal, a többség ezért kérte az oltást. Örülünk, hogy megvan, mert már vártuk, mert a múlt évben elég sok társunkat elvesztettük, és tudtuk, hogy erre szükség van, és szeretnénk látni a hozzátartozóinkat. Az egyik Pilis Csabai idős otthonban a délelőtti órákban érkezett meg a vakcina a Pest megyei Flór Ferenc kórházból. A Pest megyei kormány megbízott az M1-nek, azt mondta, a hétvégéig minden bentlakásos intézménybe eljut a vakcina, és mindenki megkapja, aki kéri. A csoportok az oltócsoport orvosból és hozzátartozó adminisztratív személyzetből áll. Ezeket a csoportokat a kormányhivatal kollégája, a kormányhivatalok viszik el az egyes intézményekhez, tehát a logisztika a kormányhivatal feladata, és itt az egyes intézményekben zajlik az oltási tevékenység. Természetesen, mivel a vakcinákat pár héttel később ugye a másodikat is be kell adni, ugyanazok a csoportok is ugyanoda térnek majd vissza. Eddig a maszk, az overall és a fertőtlenítőszer volt a leghatékonyabb védőeszköz a koronavírus ellen. Erről a szociális ügyekért felelős államtitkár beszélt az M1-nek. Fülöp Attila hangsúlyozta, most viszont már itt van a vakcina, amely megnyugvást fog hozni a gondozók, a lakók és a családjaik számára is. A vakcina most országszerte 1845
telephelyre, szociális intézmény telephelyére, bentlakásos intézményekbe jut el. Mind idős otthonokba, fogyatékos otthonokba, pszichiátriai és szenvedélybeteg otthonokba, és közel 60 ezer előzetes jelentkező van, akinek az oltása megtörténik. Azért fontos, mert a vakcina most a leghatékonyabb eszköz az a COVID-járvány megfékezésére. Az elmúlt 24 órában 83-an vesztették életüket itthon a koronavírus miatt, és 1459 új fertőzöttet regisztráltak. 3649-en vannak kórházban, és 258-an lélegeztetőgépen. Jó hír viszont, hogy az aktív fertőzöttek száma 2,5 hónap után újra 100 000 alá csökkent. A jövő héten megkezdődhet a védőoltásra regisztrált legidősebbek oltása. Erről a területi közigazgatásért felelős államtitkár beszélt az operatív törzs tájékoztatóján. György István azt mondta, ebben számítanak a házi orvosok tapasztalatára és közreműködésére, akik konkrét listát kapnak majd a regisztráltakról. Hozzátette, a házi orvosoknak ezen lista alapján kell megkeresniük a legidősebbeket. Itt egy 1800 olyan háziorvosi praxis kerül kijelölésre, akik egy ampulla Moderna vakcinát fognak kapni. Ebben 10 adag oltóanyag van. A lista alapján 10 személlyel kell leegyeztetniük a lista elejéről indulva, az orvosi tapasztalataik alapján, és a lista sorrendjét tartva, de természetesen az oltatóság figyelembevételével ki kell tehát választaniuk 10 személyt, akikkel leegyeztetik, hogy vagy a házi orvosi rendelőben, vagy pedig otthonukban az oltás beadásra fog kerülni. A kínai Sinopharm koronavírus elleni vakcinája is megkapta a magyar engedélyt, jelentette be az országos tisztifőorvos az operatív törzs tájékoztatóján. Müller Cecília elmondta, látványosan nem csökken a fertőzések száma, ezért csak a védőoltás lesz a kiút ebből a helyzetből. A mai napon az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés Tudományi Intézet kiadta az engedélyt a Sinopharma készítményére is. Ez azt jelenti, hogy a Pfizer, a Moderna, a Sputnik, az AstraZeneca után már a Sinopharmmal is számolhatunk. Tehát bővül az a paletta, amivel Magyarország lakosságát oltani tudjuk, és bízunk abban, hogy ezek a vakcinák nagy mennyiségben hozzáférhetővé válnak, és ezért az immunizációs folyamat sokkal szélesebben, nagyobb számban, rövidebb idő alatt végbe tud menni, mert ez volna nagyon fontos és lényeges a járványkezelés szempontjából. Most pedig a híradót európai járványkörképünkkel folytatjuk. Tűzvész pusztított hajnalban a román főváros legnagyobb járványkórházában, ahol koronavírusos betegeket ápolnak. A lángok egy földszinti korteremben csaptak fel, 4 beteg életét vesztette. A tűzokát még vizsgálják, a román sajtó szerint rövid zárlat okozhatta a tragédiát. Alig több mint 2 hónap leforgása alatt ez már a 2. kórház tűz Romániában. Hajnali 5 órakor riasztották a tűzoltókat a bukaresti Matei Balzs kórházhoz, ahol koronavírusos betegeket ápolnak. A lángok egy földszinti korteremben csaptak fel, és rendkívül gyorsan terjedtek. Az első tűzoltóegység 8 perc alatt ért a helyszínre. Az épület földszintjén nagyjából 100 négyzetméteres területen égett a tűz. A füst az egész szintet elárasztotta, és a lángok már az első emelet felé terjedtek, számolt be a tűzoltók parancsnoka. A tűzvész által érintett épületszárnyban valamivel több mint 100 beteg volt, legtöbben súlyos állapotban lélegeztetőgépre kötve feküdtek a kórtermekben. A tragédiában 4 vesztették életüket, többen megsérültek. Szeretném részvétemet kifejezni az áldozatok családjainak. 4 ember halt meg. A helyszínen 3 összeégett holttestet találtunk, egy 4. áldozatot megpróbáltunk újraéleszteni, de sajnos nem sikerült, mondta a katasztrófavédelmi főigazgatóság vezetője. Az 1950-es években épült kórházat az elmúlt évtizedekben többször is korszerűsítették. A bukaresti prefektus szerint a vészjelzőrendszer automatikusan lekapcsolta az elektromos berendezéseket és az oxigénellátást, így sikerült elkerülni egy súlyosabb robbanást.
A lángokat viszonylag hamar sikerült megfékezni. A hatóságok lezárták a környező utcákat, miközben a betegek aggódó hozzátartozói próbáltak információt szerezni szeretteikről, számolt be a helyszínről az M1 bukaresti tudósítója. Ez ugyanis Románia egyik legnagyobb járványkórháza, ahol a legelső koronavírusos betegeket is kezeltek, és most is több száz beteg van itt. Közülük a hajnali tűzeset miatt több mint 100 pácienst kellett evakuálni. Egy részüket a kórház más épületszárnyaiba vitték, de több mint 50 beteget kellett elszállítani más fővárosi kórházakba. A tűzokát még vizsgálják. A hatóságok bűnügyi eljárást is indítottak, gondatlanságból elkövetett emberölés gyanújával. A román sajtó kórházi forrásokra hivatkozva tudni véli, hogy egy hősugárzó okozta rövid zárlat miatt gyulladhatott ki egy elektromos vezeték. A tragédia sokkolta a közvéleményt, ugyanis alig több mint 2 hónap leforgása alatt ez már a második kórháztűz Romániában. November közepén az ország észak-keleti részén fekvő Pietrán Jámc, magyar nevén Karácsonkő egyik legnagyobb kórházának intenzív osztályán pusztítottak a lángok. Itt is főleg koronavírusos betegeket ápoltak. A tűzvészben 10 ember halt meg, sokan súlyos sérüléseket szenvedtek, köztük az ügyeletes orvos is, aki menteni próbálta a betegeket. A vizsgálat nem végleges eredménye szerint egy meghibásodott automata berendezés gyulladt ki, ám a betegek lélegeztetéséhez szükséges oxigén miatt a tűz percek alatt szétterjedt az épületben. Nem jó a helyzet Franciaországban, ugyanis nem tudják megfékezni a járványt. Még mindig naponta átlagosan 20 ezer új fertőzöttet azonosítanak, és egyre több fertőzöttnél mutatják ki valamelyik mutáns változatot. Emiatt teljes országos zárlatot fontolgatnak. A konkrét szigorításokról egyelőre nem döntöttek, de azt már tudják, hogy valamit lépni kell, ugyanis az eddigi intézkedések nem váltak be. Vencel Katalin tudósított Párizsból. Jelenleg napi átlagban körülbelül 20 ezer új esetet tárnak föl, és ebből 2 ezer köthető a brit vagy a dél-afrikai variánshoz, egyre nagyobb teret nyer, és egy elég érdekes helyzet alakult ki, nincs olyan hullám, mint amit láttunk ősszel vagy tavasszal, tehát nincs egy hirtelen emelkedés, a kórházi ágyakat sem hirtelen rohanják le a betegek, hanem egy ilyen magas platóról elkezdtek növekedni a számok. Tehát most még bírja a kórházi ellátórendszer, körülbelül az intenzív ágyak felén van a koronavírusos betegek, de ez a gyakorlatilag az a kritikus szint, amikor már fel kell készülni újabb védekezésre, hiszen az látszik, hogy erről a platóról nem csökken, hanem továbbra is emelkedik minden szinten, emelkednek a járványmutatók, tehát valamilyen plusz intézkedésre van szükség. Írországban előfordulhat, hogy a koronavírus helyzet miatt az írek nem csak a nyáron, hanem egész karácsonyig nem utazhatnak majd. Erről beszélt a miniszterelnök helyettes egy tájékoztatón. A kormány kedden meghosszabbította az 5-ös szintű korlátozó intézkedéseket március 5-éig, és további szigorításokat jelentett be a nemzetközi utazásokkal kapcsolatban. A szigorításokkal az a cél, hogy korlátozzák az országba való beutazás lehetőségét, és így csökkentsék a különböző mutációk behurcolását Írországba. Részletek Dublinból Horváth Judittól. Kötelező lesz a 14 napos karantén továbbra is az Egyesült Királyságból, a Dél-Afrikából, illetve a Dél-Amerika bizonyos országaiból beutazók számára, de további információ, hogy a dél-amerikai országokból utazók esetében felfüggesztik a turista vízumok, illetve a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok kiadását. Alapvetően az országba való beutazáshoz szükséges a beutazást megelőző 72 órán belül elvégzett negatív PCR alapú teszt felmutatása, ha valaki bejön Írországba, amennyiben ezzel nem rendelkezik az illető, kötelezően 14 napos karanténba kell vonulnia, illetve legfeljebb 2500 euró vagy 6 hónap börtönnel is sújtható az illető. Tehát alaphelyzet, hogy az érkezés feltétele a negatív PCR-teszt. Akadozik az oltás a vakcina hiány miatt Spanyolországban, több tartományban is át kellett ütemezni a védőoltások menetrendjét. Madridban például a jövő hét végéig nem adják be a koronavírus elleni oltóanyag első adagját újabb pácienseknek, és Katalóniában is gondot okoz a második adag beadása. A tartományi vezetés szerint a jelenlegi oltási ritmussal nem érik el nyárra a remélt közösségi immunitást. Fehér Krisztina tudósított Madridból. Katalóniában is kevesebb a szükségesnél az oltóanyag, ott azt a megoldást választották, hogy a második adag beadását halasztják el 10 000 embernél,
hogy mennyi időre azt nem közölte az autonóm kormány, de hangsúlyozta, hogy a gyártó által javasolt határidőn belül fogják beadni ezt az adagot is, ami legfeljebb 42 nap lehet az első dózishoz képest. A Pfizer és a BioNTech vakcinájából zömében ezzel oltanak most. Más tartományok is panaszkodtak arra, hogy a szükségesnél kevesebb most a vakcina. A koronavírus mutációi miatt egyre több európai országban szigorítják az utazási szabályokat. Portugália 15 napra megtiltotta a külföldre utazást az állampolgárainak, emellett fokozott határellenőrzést rendelt el. Németország több országgal szemben is beutazási tilalmat tervez bevezetni, hogy megakadályozza a fertőzőbb vírustörzsek külföldi behurcolását. Az Egyesült Királyság pedig mától nem fogad repülőjáratokat az Egyesült Arab Emírségekből. Egyre drámaibb a járványhelyzet Portugáliában, az egészségügyi rendszer az összeomlás szélére került. Éjjel mintegy 40 mentőautó áll sorba Lisszabon egyik legnagyobb kórháza előtt. Arra vártak, hogy ágyak szabaduljanak fel. A 10 milliós Portugáliában csütörtökön 16 ezer új beteget regisztráltak, és ismét rekordszámú 303 halálesetet jelentettek. A kormány február közepéig meghosszabbította a már érvényben lévő korlátozásokat, és néhány kivétellel 15 napra megtiltották a külföldre utazást a portugál állampolgárok számára. Spanyolországgal egyetértésben pedig visszaállítják a határok ellenőrzését. Amennyiben a járványhelyzet ezt indokolja, felfüggesztjük a külföldi repülőjáratokat, az utasokat pedig ismét karanténra kötelezzük, jelentette be a portugál kabinetminiszter. Az uniós tagállamok közül elsőként Belgium korlátozta az utazási szabályokat. Szerda óta a beutazókat és az országból kiutazókat is csak érvényes indokkal, egyebek mellett családi ügyek vagy tanulmányok céljából engedik át az ország határon. A belga állampolgárokat pedig egy hét karanténra kötelezik, majd ezután két negatív tesztet kell felmutatniuk. A rendelkezés az ingázókra és a közlekedésben dolgozókra nem vonatkozik. Az Európai Bizottság pedig várhatóan hétfőre dolgozza ki a nélkülözhetetlen utazások korlátozására vonatkozó tervét. Ám több tagállam is elutasítja a radikális intézkedéseket, és továbbra is az európai határok nyitva tartása mellett érvelnek. Németország viszont beutazási tilalmat tervez Nagy-Britannia, Portugália, Brazília és Dél-Afrika esetében, hogy megakadályozza a vírus mutációk külföldről történő behurcolását. Mivel nem számíthatunk arra, hogy hamarosan lesz egy olyan európai megoldás, amely Németország elvárásainak is megfelel, nemzeti hatáskörben intézkedünk, mondta a szaktárca vezetője. Az Egyesült Királyság pedig mától nem fogad repülőjáratokat az Egyesült Arab Emírségekből, emellett tiltó listára helyezték Burundit és Ruandát is, miután már ezekben az országokban is azonosították a koronavírus dél-afrikai változatát. Aggályok merültek fel ugyanis, hogy ez a mutáció fertőzőbb és potenciálisan jobban ellenáll a vakcináknak, ezért meg kell akadályozni a behúzolását. A tartózkodási engedéllyel rendelkező brit, ír és harmadik országbeli állampolgárokat nem érinti a beutazási korlátozás, ám 10 napra nekik is karanténba kell vonulniuk. Magyarország történetének legnagyobb zöldmezős beruházását valósítja meg egy dél-koreai cég a Fejér megyei Iváncsán, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter azt mondta, a vállalat 681 milliárd forintos fejlesztéssel egy új akkumulátorgyárat épít a településen, ezzel 2500 embernek ad majd közvetlenül munkát. Úgy fogalmazott, a koreai vállalat a világpiac egyik vezető cége az elektromos akkumulátorok gyártásának területén. Hozzátette, a cég első két tengeren túli gyára Komáromban működik, és a vállalat most úgy döntött, hogy harmadik európai gyárát is Magyarországon építi fel. Ennek a beruházásnak az értéke 2,3 milliárd dollár. Ez azt jelenti, hogy 681 milliárd forint. Soha ekkora zöldmezős, első ütemű beruházás a modern magyar gazdaság történetben még nem történt. A kormány folytatja a határmenti térségek fejlesztését, erről számolt be közösségi oldalán a pénzügyminiszter. Varga Mihály azt írta, a Rába vidék program keretében 900 millió forinttal segítik a magyarországi szlovének lakta térség fejlődését. Megújul a kétvölgyi kemencésház, az alsószölnöki faluház és az orfalui kézművesház. Emellett hamarosan további négy településen is beruházások indulhatnak.
Hozzátette, a kormány azon dolgozik, hogy a beruházások egyenletesen az ország teljes területét lefedve segítsék a munkahelyek védelmét és a gazdaság újraindítását. Kedvező képet mutatnak a tavaly novemberi kereseti adatok, erről beszélt az M1-en a foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár, annak kapcsán, hogy a bruttó átlagkereset tavaly novemberben 438.200 forint volt, amely csaknem 9%-kal magasabb, mint egy évvel korábban. Bodó Sándor hozzátette, tavaly január és november között pedig 399.300 forint volt a bruttó átlagkereset, ez csaknem 10%-os emelkedést jelent éves alapon. A legnagyobb növekedés Budapesten, a legnagyobb összegű bérek Budapesten, Komárom, Esztergom megyében, Győr-Moson, Sopronban és Fejér megyében voltak. Ami viszont egy nagyon lényeges szempont, hogy arányaiban a növekedés hol volt magasabb, ez örvendetes, hiszen azokban a megyékben, ahol korábban kevesebbet kerestek, Tolnában, Zalában, Jásztagy-Kunszolnok, Baranya, Hajdú-Bihar, vagyis a kismértékben is, de ezeknek a megyéknek a felzárkóztatása elkezdődött. Azonnali hatállyal eltávolította a Pince Színház igazgatóját a ferencvárosi polgármester. Baranyi Krisztina döntését azzal indokolta, hogy Sós Péter nem jelentette be az önkormányzat felé, hogy szeptembertől óraadó tanári állást vállalta a megújuló Színház és Filmművészeti Egyetemen. Bár a kerületvezető hangsúlyozta, nem politikai döntésről van szó, Baranyi Krisztina többször kiállt az SFE korábbi vezetése mellett demonstráló egyetemi hallgatók mellett. Azonnali hatállyal bontotta fel Sós Péter a ferencvárosi Pince Színház igazgatójának szerződését Baranyi Krisztina, a 9. kerület polgármestere. Az ügy előzménye, hogy a menesztett színidirektor január 1-től óraadó tanári állást vállalt a megújuló Színház és Filmművészeti Egyetemen. A kerületi vezető Facebook oldalán számolt be döntéséről, ahol azt írta, Sós Péter elismerte, hogy már 2021. január 1-ével szerződése van az SFE-vel, amiről nem tájékoztatta az önkormányzatot. Mivel ez nem, hogy nem járultunk hozzá, de nem is tudtunk róla, ezért munkaviszonyát a szerződésszegés miatt azonnali hatályú felmondással megszüntettem, írta Baranyi Krisztina. Sós Péter a mandiner.hu-nak adott interjújában ismertette, mi is történt valójában. Azt írják, a 2021. szeptemberében induló osztályban tanított volna színimesterséget heti 4 órában. Munkáltatomtól nem kértem erre engedélyt, mert azt gondoltam, hogy az oktatási tevékenység kivételt képez az ilyesfajta kötelezettség alól, mondta a mandinernek Sós Péter. Múlt hét szombaton azonban kiszivárgott egy lista az SFE leendő tanárairól. Mint Sós fogalmaz, másnap fel is hívta őt a kultúráért felelős alpolgármester Döme Zsuzsanna, akinek elismerte a szerződéskötés tényét, de hangsúlyozta, semmiféle politikai megbízást nem vállal, csak tanítani fog. Ezután hivatták be Baranyi Krisztina irodájába, ahol a kerületvezető közölte vele, az ügynek következménye lesz, de ne gondolja, hogy politikai döntés, szigorúan csak jogi. Sós Péter ezután kapta meg felmondó levelét, amelyben azt írta Baranyi Krisztina, magatartása a munkáltatói jogkör gyakorlójánál bizalomvesztést eredményezett. A témában megkerestük Baranyi Krisztina hivatalát. Azt kérdeztük, miért történt pontosan a szerződésbontás, volt-e hasonlóra példa már korábban a mostani városvezetés idején, miben nyilvánul meg az ön által hivatkozott bizalomvesztés. Adásunkig nem érkezett válasz megkeresésünkre. A pestisrácok.hu ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet, hogy a baloldali polgármester bár formálisan valóban csak munkajogi okokra hivatkozik, azt azonban a közösségi oldalán sem felejtette megemlíteni, hogy Sós Péter az idézem Vidnyánszky féle eszefére ment tanítani. Tavaly szeptemberben kezdett tiltakozni a Színház és Filmművészeti Egyetem újraszervezése ellen a diákok egy része. Az intézményt irányító kuratóriumot Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház igazgatója vezeti. A tiltakozó diákok mellett más baloldali politikusokhoz hasonlóan Baranyi Krisztina is többször kiállt. Ismét egy munkaterületre csapódott be egy autó az M1-es autópályán, amit a Magyar Közút kamerái rögzítettek is, mutatjuk a baleset pillanatát. Tatabánya térségében az elválasztó sávban dolgoztak a szakemberek. A munkaterület előtt két helyen is jelezték a terelést, sebességkorlátozás is érvényben volt. Emellett egy narancssárga teherautón külön fénytechnikával is figyelmeztették az autósokat. Mindezek ellenére az autós nekihajtott a munkaterületen dolgozó teherautónak. Személyi sérülés nem történt, a közút viszont ismét felhívta a figyelmet arra, hogy hetente történik ilyen vagy ehhez hasonló baleset. A figyelmetlen autósok miatt kampányt is indítottak.
Holnap indul a Dal 2021, a közmédia dalválasztó műsora idén is az év magyar slágerét keresi. A próbák már javában tartanak, az első válogatóban 10 produkció mutatkozik be. Ez lesz a 10. jubileumi év a Dal műsornak, és több újdonsággal is készültek. Mező Misi, a zsűri egyik tagja, az M1-en arról beszélt, az idei mezőny sokszínű, és minden stílus képviselteti magát. Van létjogosultsága, sőt a művészek egyre inkább kedvelik a dalt. Ha csak azt nézzük, hogy 414 mű érkezett be. Igazából olyan világot élünk, hogy minden ilyen platforma szüksége van egy-egy zenésznek, attól függetlenül, hogy ő már egy befutott ismert előadó, vagy egy most szárnyait bontogató előadó, szükség van a dalra.